ének olvasása. Se a végre, se földre, se más egyébre, igényléseltek legyen, igen, tagadásotok nem, különben ítélet fog sújtani titeket. Szomorkodik valaki köztetek, akkor imádkozzék, jó kedve van, énekeljen zsoltárokat, beteg valaki köztetek, hívassa az egyház előjáróit, imádkozza lefölötte és kedjék meg olajja az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnbe van, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése, illés hozzánk hasonlóan gyarló ember volt. Húzgón könyörgött, hogy eső nem hújjon a földre, nem is hullott 3 éve és 3 hónapon keresztül, majd húzgón imádkozott, mire az ég esőt adott a föld, megtermette gyümölcsét. Testvéreim, ha valaki jó útra térik ki azt, aki letévedt közületek az igazság útjáról, tudja meg, aki visszatérik ki az bűnös téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnt akar el. Békesség neked! Összeség, figyelmedünk! Alleluja! 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 Összeség, igaz hívők! Hallgassuk a Szent Evangéliumot! Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezünk! Az időben csodálkozának a seregek, a kedves igéken, melyek Jézus szájából származnak, vala is mondák, nem de ez József fia, és mondá nekik bizonyára e hasonlatosságot fogjátok nekem mondani, orvos, gyógyítsd magadat. Megint hallottunk Kafarnaumban szétetni, cselekedét és a te házadban. Ő pedig mondá, bizony mondom nektek, hogy egy prófita sem kedves hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy vala élés napjaiban Izraelben, mikor az ég zárva volt 3 esztendeig és 6 hónapig, s mikor nagy égség lett az egész földön, és azok közül egyikhez sem küldetett Illés, hanem csak a Szidon földi Szareptába az özvegy asszonyhoz. És sok poklos vala Izraelben, Elizeus prófita alatt, és azok közül senki sem tisztult meg, hanem csak a szíriai Naaman. S halván ezeket eltelinek minnyája arraga a zsinagógában, fölkelvén kihurcolák őt a városból, és fölvivék ama hely tetejére, melyen az ő városuk vala építve, hogy onint letaszítsák. Ő pedig átmenvén közöttük eltávozik. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség! Krisztusban, kedves Péter falvi
testvérek, zarándokok, ide imádkozni vágyó felebarátaink, és hát ha már így van, akkor a televízió nézői is. Szép és csodálatos ünnep ez a mai, és én jó hangulatban érkeztem hozzátok. A kisfiam reggel felkelt, és azt kérdezte tőlem, hogy apa, miért esik az eső? Azt mondtam neki, mert illés nap van. Hisz mindannyian tudjuk, hogy az eső hozzátartozik ehhez az ünnephez. Aztán megkérdezte tőlem, azért, mert verekednek a felhőcskék? Hát azért. És örülünk ennek az időjárásnak is. Örülünk elsősorban azért, mert azért elkerült bennünket oly sok csapás, ami lehetett volna, ugye? Örülünk, hisz már szükségelte a föld az égnek a nedvességét, mint ahogy az ember igényli a lelki épülést is, mint ahogy az embernek is szüksége van lelki felüdülésre. Olyanok vagyunk így, kedves testvérek, mint a méhkaptárban levő méhek. Idehozunk a bajainkat, idehozunk a problémáinkat, de ugyanakkor ugyanidehozunk az örömeinket. Itt próbálunk táplálékhoz jutni, mint a szorgós méh, amely kimegy a világban, dolgozik a környezetben, és idehoz a nektár, utána pedig abból táplálkozik. Egymást építjük, kedves testvérek. Vannak olyan méhek, amelyek közelebb dolgoznak, vannak olyan méhek, amelyek egy kicsit távolabb tevékenykednek, és ezek most ti vagytok, kedves zarándokok, akik idejöttetek távolabbról, szintén részesüljetek ebből az ajándékból. És mi ez a nektár, hanem Krisztus evangéliuma, Krisztus egy evangéliuma. Már a hittanos gyermekek tudják, hogy az evangélium az nem más, mint az örömhír, vagy a jó hír. Ennek az eredete mégsem keresztény. A pogány görög világban, amikor még városállamok léteztek, a híreket város kapuinál olvasták fel, hogy győzedelmeskedtünk a másik városon, avagy sem, vagy éppen minket igázott le valaki. A mi evangéliumunk Krisztus örömhíre egyáltalán nem erről szól, hanem arról, hogy ő győzedelmeskedett e világ fejedelmén, és mindannyiunkat gazdaggá tett. Kedves Péter falviak, gondoltatok ti valaha bele, hogy milyen szép az elnevezése ennek a településnek? Péternek faluja. A kis Róma, ha úgy tetszik, ugye? A kis örök város. Milyen csodálatos ez, hogy valaki fontosnak találta valaha, hogy ennek a településnek így csodálatos elnevezése legyen. És ti darabítjátok, ti teszitek szebbé ugyanezt a templomot is, amely még fiatal, és mégis mély ősi gyökerekkel rendelkezik. Illés próféta, aki több mint 800 esztendővel élt Krisztusunk előtt, aki pont azért harcolt, pont azt akarta bebizonyítani a népnek, hogy nem lehet kétfelé sántikálni. Amit Krisztus majd később másképp fogalmaz, hogy egyszerre két úrnak nem szolgálhatsz, az Istennek és a mamonnak. Mert a zsidók már úgy elkorcsosodtak, úgy kicsit belefért a pogány világnak az istensége és istenségei, oda is sántikáltak, oda is kacsingattak. És hát a zsidóvallásból is átörökítettek valamit. És pont ezt mondta neki, pont ezért harcolt Illés. De ezt nem teheti te. Ti egy valaki mellett kell, hogy kitartsatok. Hisz nevében is éppen ezt hordozza Illés, hogy Jahve az én Istenem. Az Úr az én Istenem. Milyen vonatkozás van Péter, ha már Péter falváról van szó is, Illés közt, ha eltekintünk a péterfalvi templom búcsútól. Kedves testvérek, a Táborhegyén, amit ön Krisztus Urunk színében átváltozott, jelen volt Mózes, és jelen volt Illés is.
És éppen így fogalmazza meg Péter azt a mindannyiunk által ismert mondatát, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Olyan jó lenne, ha mindannyian Péter falviaként ezt tudnánk hasonló képen ismételni, hogy Uram, jó nekünk így közösen lenni. Uram, jó hozzád tartozni. Uram, jó a te tanítványodá lenni. És rengeteg feladattal jár ez. Hisz mindannyian örökséget kaptunk. És az a feladatunk, hogy ezt átörökítsük a következő nemzedék számára. Annyi sok csoda történik a környezetünkben, a mi személyes életünkben, kedves testvérek. Péter házában is történik. Krisztusunk ott gyógyítja meg az anyósát, kérem szépen. Ugye, manapságban nehézkésem ez a viszony, a vő is anyós kapcsolat. Péter ezt fontosnak tartotta, hogy elhívja a mestert házába, mert az ő anyósa szenved. Csodát tesz a mi életünkben. Csodát tesz közöttünk, engedjük be ezt a Krisztust. Fogadjuk be ezt a Krisztust. Ez mindannyian külön-külön az Istennek egy-egy csodája vagyunk. És ebben kell megerősödnünk, ezt kell átörökíteni. De elbocsátó imában is szerepel. Áld meg a te örökségedet. Mi a mi örökségünk, kedves testvérek? Mert hát valljuk be, néha megfeledkezünk az evangéliumról. Igen, keményen el kell gondolkodnunk, akár most is, hogy mi volt a múlt vasárnapnak a szakasza. Hogy egyfajta kettősségben táncolunk. Néha még egy kicsit baborások is tudunk lenni, beengedünk abból a pogányságból valamit a saját életünkben. És ez nem jó, ez a világ nem változott, ugyanolyan, mint élés idejében. A kitartó emberre van szükség, hogy átörökítsük. Amikor majd leteszik a koporsónkat, azt fogják énekelni, hogy boldog nyugalmat, és örök emléket. Mi ez az örök emlék? Kedves testvérek, eltelik egy néhány év, megfeledkeznek rólunk. Még neveinket is elfeledik. De nem is ez a fontos. Az örökség az az, ami utánunk itt marad a jó tettekben. Így fognak imádkozni, érted? Értem. A nagy bemenete, ezen szent hajlék alapítói és jótevői. Ez az örökség, az amboni imának megfogalmazása. Így nem feledkeznek meg rólunk, míg ha névtelenül is hangzik. Milyen gazdagok vagyunk, és milyen nagy és szent a mi örökségünk. És milyen biztató most itt állni, és arra gondolni, hogy több mint 300 ember éppen most gyalogol Mária Pócs felé. Miértünk is, és ezen is fölmutatják az örökséget. Annak ellenére nem élünk ám könnyű időszakot. És nem olyan egyszerű most kereszténynek és magyarnak lenni. De megéri. A mi őseink másképpen, másféleképpen, de megvívták a maguk csatáját, és megőrizték az örökséget. Ez a mi kötelességünk is, kedves Péter falusiak, és amblok mindannyian, Krisztusban, kedves testvérek. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünk is teljes elménkből mondjuk. Mindhat Urunk atyáinak Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Uram,
lény, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyáink fiáért. Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Esedezzünk még hozzá, Urunk Istenünk, hallgass meg imádságunk és könyörgésünk szavát, könyörülj ezen egyházközség papján, családján, híveink, az ide zarándokolt kedves testvéreket, kegyelmeden és irgalmasságoddal és teljes és összes jó kérelmeiket. Bocsáld meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteik a te fülséged királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk minnyáján Urunk, hallgass meg minket is, mert magad mondád, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek, és meg leszem nektek, és mit kérjetek, és adatik nektek. Azért mi, bár méltatlanok, bízva érgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet, itt te megemlített és meg nem említett, jelenlevő szolgáidnak és hozzátartozóinknak, valamint környezetünkben élő összes beteg szolgádnak, teljesít jó kívánságaikat, őrizd napjaikat békés, csendes, egészséges és hosszú életben. Mondjuk minnyáján, gyors hallgass meg minket és kegyesen Alexandra Mária, Ferdinánd, Vlászka és Margareta szolgáid, valamint összes elhunyt hozzátartozóinknak, boldog emlékért, közös szándékos és nem szándékos bűneiknek a bocsánatáért könyörögünk a dolgot. Helyén, hol minden szentek és igazak megnyugosznak, könyörögünk az Úrról. Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Még az ingyen lévő tőled nagy és bőkegyelmeket váró népért, ami jó tevőnkért minden igaz hitű keresztényért.
Isten, hajt téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Oh,
Szentelted és legyen mindnyájatokkal. És a felemben legyen. Emeljünk fel. Yeah.
szülésű mindenkor, őt Mária
hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Istent, Atyának nevezni és mondani.
tökéletes titkaiból, méltó vagyunk hálát az Úrnak. Uram, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irányom! Egész napnak tökéletes szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Végre, Uram! Hát, hogy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szent Lélek most is mindenkor, és örökön, örökké. Most és mindenkor és örökkön.